Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának lakásügyi, építési és városrendezési bizottsága, melynek munkájában hazánk is részt vesz, nemzetközi szinten foglalkozik korunk egyik égető szociális problémájával, a lakáskérdéssel. A bizottság képviseletében hazánkba látogató 18 ország 40 delegátusát dr. Sebestyén Gyula miniszterhelyettes üdvözölte. A delegátusok megismerkednek lakásépítési eredményeinkkel, településfejlesztési és városrendezési terveinkkel, építésiparosítási célkitűzéseinkkel. A Ferihegyi fogadtatás után vendégeink Pécsre utaztak. Pécsett a tervezőintézet székházában Percel Károly főosztályvezető ismertette Magyarország településhálózatának fejlesztési tervét. Rámutatott arra, hogy a fővárosban lakik az ország lakosságának 20%-a, s itt helyezkedik el termelőkapacitásunk jelentősebb része. Közlekedési hálózatunk ezt a centralizációt táplálja. Ezért vidéki városaink nem fejlődtek megfelelően. Az ország északi egyharmad részében termel az ipar 70%-a, ezért a déli kétharmad rész iparilag elmaradt. A mezőgazdaság fejlődését hátráltatja az elaprózott faluhálózat. Az ország település hálózatának fejlesztési terve 5 kategóriát határoz meg. A főváros, regionális központok, a régió központok és az ipari és üdülési szempontból jelentős régiók kategóriája mellett a mezőgazdasági település hálózat terve közel 1000 központi falu fejlesztésével az országot mezőgazdaságilag egységesen művelhető körzetekre bontja. Sok falu központ kiépítésén már dolgoznak. A településfejlesztési hálózat terve ma már az ország tervszerű fejlesztésének közös alapja. Később a delegátusok városnéző sétára indultak. Meglátogattak egy 6 lakásos társasházat. A delegátusok a helyszínen tanulmányozták a 25 ezer lakosra tervezett mecsekaljai lakótelepet. Telep úthálózatát úgy alakították ki, hogy a szomszédsági egységek város szerkezeti elve érvényesülhetett. Az új városnegyedben körülbelül 5000 lakás épül, több mint 300 000 négyzetméter lakásterülettel. Az építési költség 1,5 milliárd forint. Az általános iskolákban a városrész összes iskolaköteles tanulója, az óvodákban a megfelelő korosztály 40%-a, míg a bölcsődékben a csecsemők 30%-a helyezhető el. A szolgáltató egységek a lakónegyedben egyenletesen vannak elosztva. Az 5 szintes, 2 szekciós, nagy panelos lakóépületben 30 lakás van. Egy részük szövetkezeti lakás, ezeknek ára 130 000 forint. Másik része állami bérlakás. Ezért a bérlők havonta négyzetméterenként 2 forint 10 fillér bért fizetnek. A távfűtés rendszerről táplált melegvízfűtés, a központi gázbojlerről nyert meleg víz, a beépített szekrények és a beépített konyhaelemek magas felszereltségi fokon szolgálják a lakók kényelmét.
A delegáció tovább utazott Pécsről. Megtekintették a kaposvári könyvtárat, amelynek építészeti kialakítása a résztvevőknek tetszett. Tihanyba érve megismerkedtek Magyarország legnagyobb összefüggő üdülő övezetével. A Balaton 75 km hosszú, átlag 8 km széles tó. Partján jelenleg 42 település van. Az idegen és belföldi forgalom igényeit figyelembe véve készítették el a Balaton táj regionális fejlesztési tervét. A környék Magyarország első letelepedési helye volt. Ennek nyomai ma is megtalálhatók a tihanyi térségben. A lakásbizottság tagjai vitorlásra szállva meglátogatták Balatonfüredet, majd a déli parton kikötve megpihentek a Balatonföldvári parkban. Regionális tervben kimunkált egyik övezet megtekintésére a delegátusok Siófokra látogattak. Az övezetekben csak a meghatározott tereknagyságok, beépítési módok és épületkubusok figyelembevételével lehet beruházni. Az első övezetben csak emeletes beépítés történhet, ez a nagy üdülők és szállodák övezete. Az utóbbi 10 évben a Balaton mentén 1500 szállodai szoba épült, melyben 3000 fő szállodai ellátása biztosítható. A Balatontól a bizottság Dunaújvárosba utazott. Útközben megtekintették a veszprémi diákszállót. Az ország nehéziparának fejlesztése érdekében 1950-ben indult a Dunai Vasmű építése, egy időben mellette új várost létesítettünk. Az építés helyét az országrész városhálózatának szükséges fejlesztése, a vasmű területi és szállítási igényeinek kedvező kielégítése határozta meg. A Vasmű klubjában a város főépítésze ismertette Dunaújváros építésének történetét. Az építést 1957-ig hagyományos szerkezetekkel végezték, majd kohóhabsalakblokkos építési móddal folytatták. 1965 óta a város előregyártó üzemében előállított panelokkal az új lakótelepen évi 600 lakást építenek. A nagypanelos háromszekciós épületekben 24 darab 5 férőhelyes és 6 darab 4 férőhelyes lakás épül. Az átlagos lakásterület 60 négyzetméter, 1 négyzetméter építési költsége 2700 forint. A lakások magántulajdonba kerülnek és lakásszövetkezeteket alkotnak. A lakásbizottsági delegátusok általános tetszését váltotta ki, a lakóegységeken belül elhelyezett kommunális létesítmények funkcionális megoldása és rendszere. Budapesten az építők székházában
A főváros történetével ismerkednek az Európai Gazdasági Bizottság lakásbizottságának képviselői. Budapest ősi kelta eredetű települések, majd a római provincia kormányzósági városának Aquincumnak és az ehhez kapcsolódó táborvárosoknak a helyén települt. Az ország fővárosa hosszú évszázadok során alakult ki. Története, sorozatos harcok, nem egyszer a teljes pusztulás és újraépítés egymás utánját tárja elénk. A mai Budapest, Óbuda-Buda és Pest egyesítése után alig 100 évvel ezelőtt vált egységes és önálló várossá, amikor 300 ezer lakost számlált. A fejlődésnek indult iparosodó városban az első világháború kitörésekor közel 1 millió lakos élt. A második világháborúban katasztrofális károkat szenvedett a város. A romeltakarítás és helyreállítás után 1950-ben a kormány elrendelte Budapest és a környező peremvárosok egyesítését. Jelenleg a fővárosban lakik az ország lakosságának 20%-a. A főváros 15 éves városfejlesztési terve a már kiépült 6 lakótelep után újabb 6 lakótelep létesítését írja elő. Az elavult városrészeket fokozatosan szanálják. A zsúfolt Józsefvárosban 5000 lakás lebontása után több mint 8000 korszerű lakás épül. Megszűnik a beépítés zsúfoltsága, több lesz a zöld terület. Modern 4, 10 és 15 emeletes házak épülnek. Három ütemben épült fel a lágymányosi lakótelep. Az első-második ütemek 1950-1960 között még a régebbi városrészhez csatlakozó keretbeépítést mutatják. A harmadik ütemet a korszerű városépítési elvek jellemzik. Bontásra érett baraktelep helyén épült fel a József Attila lakótelep. 90 hektár területen 10.000 lakásban 38.000 lakos számára biztosít otthon. Az első ütem 1346 lakása még a korábbi fogalmazású axialitásra és vertikális hangsúlyokra törekvő városrendezési terv szerint készül. A második, harmadik, negyedik ütemek a későbbi, korszerűbb rendezési tervek alapján épültek. Az 1961-63-ban tervezett és kivitelezett harmadik ütemben 2800 lakást találunk, mindössze kétféle technológiával épült, ötszintes sáv és pontházakban. Építési program keretében különleges funkcionális vizsgálat és a közvélemény tájékoztatása céljából épült az óbudai kísérleti lakótelep. Féle épület és lakásfajta mutatta a berendezhetőség, belső közlekedés és térkapcsolás számunkra leggazdaságosabb lehetőségei. A Duna balpartján lévő hídfő rendezésével egy időben alakult ki az Árpád hídfői lakótelep. Az első épületek előre gyártott vasbeton szerkezetű 9 lakószintes típus épületek.
második építési ütemben monolit vasbetonvázú és öntött technológiájú, ugyancsak 8-9 lakószintes külső folyosós épületek készültek. A harmadik ötéves tervben Magyarországon nagyobb arányokban kezdik meg az iparosított lakástermelést. Az első házépítő kombinát termékeiből épül a kelenföldi lakótelep. Itt a 8000 lakáshoz 4 16 tantermes iskolát, 5 125 férőhelyes óvodát és 6 60 férőhelyes bölcsődét terveznek. Az előirányzott építési költség 1800 millió forint. A Tudományos Akadémián dr. Perényi Imre miniszterhelyettes előadása után a nemzeti delegációk vezetői beszámoltak tapasztalataikról. Eredményeink őszinte elismerése mellett felhívták a figyelmet a belső népvándorlás veszélyeire. Ajánlották a gépkocsi parkolóhelyek szaporítását. A lakás alapterületek növelése mellett javasolták a fegyhelymentes nappali szoba tervezését. Felhívták figyelmünket a budapesti gyűrűs forgalom kialakítására, a balatoni közlekedés és közművesítési problémákra. Igényességre ösztönöztek az előregyártott szerkezetek és a befejező szakipari munkák minőségi megoldásában, az utca és járda burkolatok kialakításában, a kivitelezési munka megszervezésében. Építésügyünk vezetői a tanácsokat figyelembe véve több intézkedéssel igazolják az Európai Gazdasági Bizottság Lakásügyi Bizottsága magyarországi látogatásának eredményességét.